Hordágyak a második emeleten, új is sterilizálható műtőlámpák az egynapos sebészeten, és fektetők a műtők előtt. Bár a gyermekegészségügyi centrum júniusban megnyitott, egyes osztályok kialakítása még zajlik. A polgármester és a centrum főigazgatója végignézte az orvosi helyiségeket, javítani valók után kutatva. Azért is vagyunk itt, hogy megnézzük, hogy van-e valami, amit már dolgozók részvételével és visszajelzése alapján olyan dolog, amit módosítanunk kell, vagy éppenséggel pótolni kell, ahhoz egy intézmény százszázalékosan tudjon működni, több hónap szükséges, hát egy lakást is be kell lakni, hozzá kell igazítani, mindent a tényleges szükséglethez. A főigazgatót is megkérdeztük, mire van még szükség a megfelelő működéshez. A válasz nem volt meglepő. Szakdolgozóra, orvosra elsősorban, mert az összes többi megvan. A gyermekgyógyászatra fókuszáló szakrendelő tehát köszöni jól van. Hivatalosan 23 szakrendeléssel várják a 11. és a 22. kerület, valamint az agglomeráció lakóit. Azért csak hivatalosan, mert még van tennivaló. Jó hír viszont, hogy az összes szakrendelőből átköltöztetett rendelés zökkenőmentesen zajlik az új épületben nem fullon működünk még, mert hogy ugye azokat a kollégákat tudtuk elsősorban áthozni, akik már nálunk dolgoztak, de azóta már többen jönnek. Szakdolgozó jön előbb, van, hogy orvos, és lassan összeáll az, hogy újabb és újabb szakmákat indítunk. Én azt mondom mindenkinek, hogy nézzen utána, figyelje, igyekszük a honlapra fölrakni, és ezen kívül októberben tervezünk egy olyan szakmai tudományos ülést, ahová minden házi gyermekorvost várunk. Kezdjük el használni ezt a csodálatos épületet. Az indulás óta zajló első hónapok azt is megmutatták, milyen hiányosságokat kell még pótolni. Most kezdjük meg a gyerekgyógyászati rendelést. Időközben, ami problémák voltak, amiket felvetettünk, mind, mind az elválasztó falak, az, az üveg elválasztása a pszichiátriánál, ezek mind megvalósultak. Most dolgozunk azon, hogy a, ha már jön a tél, ne fagyjanak meg a dolgozóink, tehát ez az automata egy zsilipet fogunk beépíteni. Tehát sok olyan apróság van, ami nem közvetlenül a gyógyítás, hanem egyáltalán a működés feltételét biztosítja. A centrum a legjobban az egynapos sebészet indulását várja. Erre azonban hónapok óta nem adják meg az engedélyt, illetve a NEAK finanszírozást. Ennek megérkezéséig nem indulhatnak el a műtétek pedig az osztály rengeteg beteg helyzetét megkönnyíteni. Az egynapos ellátás kiváltja a drága és hosszú várólistákkal terhelt kórházi műtéteket. Ugyanazok az orvosok, akik a kórházba el tudnák látni itt a betegeket. Például szemészetből, ortopédiából három éves várólisták vannak. Remélem megkapjuk a lehetőséget arra, hogy ezt tudjuk csökkenteni. Ezért fogjuk megkeresni államtitkárulat, aki megígérte, hogy mivel kiemelt kormányzati beruházás volt, erre döntés van, hogy ezt meg kell kapnunk. A főigazgató azt is elárulta, jelenleg elegendő szakember áll a rendelkezésükre, de a centrum teljes kapacitásának kihasználásáig még sok orvosra és szakdolgozóra lesz szükség.